Kézigránátok repkedtek és puskalövések dörrentek. Ifjú katonák vették át a terepet az egykori Salak motorpályán, az országos haditorna verseny megyei döntője alkalmából. A húscsapat más-más középiskolából érkezett, a cél viszont közös volt. Mindannyian a megyét szerették volna képviselni az áprilisban megrendezésre kerülő országos versenyen. Lövész, felkészül? Start! És dördülnek is a sorozat lövések, de ez csak egy volt a tucatnyi feladat közül, ami a fiatalokra várt. 20 iskola diákjai összesen 5 pályán mérettették meg magukat. A verseny még csak pár perce kezdődött el, de az ifjú katonák már terepruhában, fegyverrel a kezükben futottak az akadálypályán. Én úgy gondolom, a verseny a legnehezebb a 400 méter, mert ott mindenki, ahogy tud, úgy tud futni, de a többi mutatványban is mindenkinek helyt kell állni. A fegyveres váltófutás volt a legösszetettebb feladat a verseny során. A fiataloknak szellemi és fizikai szinten is helyt kellett állniuk. Itt kúszni kell, szalomozni, futni, meglátjuk, hogy teljesítünk. Izgulni, meg tényleg nem izgulok, nem vagyok az izgulós típus, főleg a csapatjátékról van szó. A diákok amellett, hogy megismerhették saját fizikai határaikat, elméleti feladatokkal is találkoztak a verseny során. Ilyen volt például a honvédelmi totó. 41, 38, 31, 35, 52, 50, 46, 33, 54, 43, 39, 32 hibátlan. Sokan bizonyították jó tájékozódási képességüket az úgynevezett Matrix pályán, amelynek teljesítése a katonai élet alapvető követelménye. A résztvevők között voltak olyan iskolák is, akik évek óta regisztrálnak a versenyre. Nekik ez az állomás nem volt idegen. Minden évben itt vagyunk. Az elmúlt 5-6 évben volt 2 második helyünk és 1 harmadik helyünk is, és most szeretnénk, hogyha mi képviselhetnénk a megyét ezen a versenyen, majd az országosan. Az országos megmérettetésre a tervek szerint 2022. áprilisában kerül majd sor, ahová a legjobb csapat jut tovább. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon magasztos cél, és nagyon vehemensen állnak nekik a fiatalok általában ennek a versenynek, mert az országos döntő az már egy komolyabb verseny, ott komolyabb tétje van a dolognak. Ezt a versenyt 2014 óta szervezi meg a Magyar Honvédség, ahol Borsodabaui Zemplén megye diákjai is minden évben megmérettetik magukat.